Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. március 10-én pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Outlet nyitás. Horgold díszítés. Vízügyi helyzet. A közelmúltban nyílt Mezőtúr központjában egy outlet, ahol a fiatalok kedvük szerint válogathatnak a divatos ruhadarabok közt. A részletekről Varga Péter üzletvezető nyilatkozott. Közelmúltban nyílt meg itt Mezőtúr belvárosában a PNT outlet, tele nagyon szép ruhadarabokkal. Mit tudhatunk az üzlet nyitásáról? Hát az üzletnek a nyitása igazából ugye úgy történt, hogy a mi városunkban ugye nincsen semmi márkásabb ruhaüzlet, ami igazából kifejezni azt, hogy nem kínai, nem turkáló, új termékekkel dolgozunk. Mi több márkával foglalkozunk egyébként, ugye vannak ezek a Converse táskáink, Tom Taylor, ugye ilyen alkalmi cipőkkel dolgozunk egyelőre, de most ugye tervezzük, ugye, hogy Nike, Adidas, Puma cipőket hozatunk be külföldre, ugye egyébként Spanyolországból rendeljük az árut, és vannak olyan termékeink is, amik Magyarországon vásároltuk őket, ugye mint ez a Guess, a Tom Taylor, a Crop, mi van még, ami Magyarországról van. Szóval Reserved termékeink vannak még, amik így Magyarországról jöttek, és igazából egyébként a fiatalabb korosztályt szeretnénk ezzel így megszólítani. Tehát értem azt, ugye, hogy az idősebb emberek is nagyon sokszor bejönnek hozzánk, szeretnének vásárolni. De ugye mi a saját korosztályunknak szeretnénk egy újabb stílust, egy újabb terméket behozni a városba, és reméljük, hogy igazából sikerülni fog. Tehát nyári és tavaszi kollekcióval dolgozunk. Egyébként ez ilyen 3 és 4 hónapos átmenet szokott lenni, ugye mivel szezonális termékek, ugye, tehát azért nem egy őszi, nem egy téli, amit ugye egyből ki lehet akcióval tolni. Ez ugye onnan kezdődik, ugye, hogy március, április az az időszak, amikor kollekcióváltásaink vannak. Tehát onnantól kezdve, ugye, hogyha lemegy ez a 3 hónap, onnantól kezdve csak nyári kollekcióval dolgozunk. Ismételten ugye letelik ugye a 3 hónap, akkor már őszi és téli kollekcióval dolgozunk. Ott megint csak továbbra is marad a fiatalosabb, tehát a tini lányoknak, a korombeli, a 20-as évesnek. Tehát azért próbálkozunk mindenkinek eleget tenni, ami nagyon nehéz, mert nagy méretet szeretne mindenki, mindenből méretet szeretne találni, ugye, mint a cipőkből is, ugye egy-egy darabokkal dolgozunk. Tehát nincs olyan, hogy méret sor, nem is lesz ilyen. Tehát nem szeretnénk ugye hitegetni senkit ezáltal, hogy jó, majd lesz méret soros, és akkor lesz belőle, mit tudom én, 12 meg 30 darab termékünk, és akkor lesz benne ugyanaz a méret, amit szeretne. Nem lesz ilyen. Tehát mi egy outlet vagyunk, ugye az outlet az utolsó pár darabban dolgozik, ugye, amit a nagyobb szezonális üzletek, amit ugye nem tudtak kiforogni, mi azt ugye átvettük, és akkor így hoztuk őket be ide. Hogyan zajlik az árubeszerzés? Mennyire nehéz beszerezni ezeket az árukat? Hát igazából mennyire nehéz, tehát 2 hét alatt egyébként megvan minden. Tehát az, hogy leszervezzük, bejön Magyarországra, tehát kipakoljuk, semmi extra egyébként. Tehát nagyon könnyű együtt dolgozni a külföldi nagy kereskedésekkel. A nyitás óta milyen tapasztalatotok van így az emberek terén? Jönnek sokan? Hát igazából ez egy eléggé vegyes kérdés, mert a nyitásunk alatt nagyon sokan megfordul ugye az a vegyes emberi réteg, ugye, aki ugye a fiatalabb, és ugye 80%-ban egyébként még az idősek azok, akik azt mondják, hát láttam a számítógépembe, hogy ez megnyílt, és ők azok, akik ugye nagyon jönnek. A fiatalok azok meg inkább beküldik az anyukájukat, és akkor mondják azt, hogy jaj, hát anya, menjél már be, nézzél már szét nekem, hát ha látsz valamit, és hogyha úgy látod, hogy jók, akkor bejövünk mi is. Jelenleg ugye említetted, hogy a tavaszi-nyári kollekciók vannak. Mi az, ami pontosan megtalálható az üzletben? Hát igazából ezek a
sortnadrágok, szoknyák, trikók, pólók, ezek mindez a vékonyabb anyagú, ami igazából úgy nem sülsz meg a melegbe, tehát hogy igazából mi van még, hát trikó, sortnadrág, hát mondjuk férfiba vannak ezek a egy-egy darabos termékeink, ott is ugye rövidnadrágok, farmer rövidnadrágok, ingek találhatóak meg vannak ezek a tavaszi bőrcsekink, tehát ilyenek, meg szandálok. Mit gondolsz, az üzlet úgy sikerült, ahogy elképzeltétek? Hát igazából próbáljuk mi is úgy hirdetni ugye ezt az üzletet, hogy minél ismertebb legyen. Mi azért egy kicsit többet vártunk tőle, az igazat megvalva. Nem tudom, hogy most vajon mi lehet az oka, hogy most az időjárás, ugye még nincs az a nagyon meleg, nincs az a nagyon kivetkőzős időszak, de reménykedünk benne, és egyébként tervezünk egy másik outletet nyitni, és még igazából nem tudjuk, hogy melyik városban fog nyílni, most ugye szóba jött, hogy Szarvason, Szolnokon vagy Budapesten, de még ez egy eléggé összetettebb dolog lesz, ott egy kicsit más márkákkal szeretnénk foglalkozni, de biztos, hogy ezek is megtalálhatóak lesznek. A tegnapi nap folyamán a közösségi ház oszlopaira sok színes horgolt virágdíszítés került, melynek részleteiről Orosz Gabriella, a Túri Horgolda szakkör tagja nyilatkozott. A mai napon nagyon szép horgolt virágok, horgolt díszek kerültek kihelyezésre itt a közösségi ház oszlopjaira. Mit tudhatunk erről a kezdeményezésről? A Túri Horgolda nevű csoporttal készítettük, 15-en horgoltuk a virágokat, és próbáltuk légiesen, mintha a térben, tehát mint az oszlopon lógnának a levelek, vagy a virágok, meg az indák. Tehát ebben szerettünk volna nőnapra az egész városnak, a nőknek, és mindenki előtt, tehát egy kis szint vinni a városba. Miközben készítettétek az oszlopokra ezt a díszítést, azon gondolkoztam, hogy vajon mennyi időbe telik elkészíteni ezt a rengeteg horgolt virágot? Hát január eleje óta készülünk rá, tehát több mint 2 hónapja készülnek a virágok. És milyen technikával, mert láthatjuk, hogy vannak rózsák, illetve nagyobb virágok. Mindegyik horgolt virág, tehát horgolással készült az összes. 15-en készítettük a virágokat, tehát idősebbek, fiatalabbak, tehát mindenkit, vannak kismamáink, vannak nyugdíjasaink, akik besegítettek, és nagyon élvezték a dolgot. Én a zöldségboltban dolgozom, itt a Dózsa György úton, és nekem szokták behozni. Tehát ki mennyit készít, mikor 5-öt, 10-et, 20-at, és mindig örömmel hozták befele, kérdezték, hogy milyen színnel készüljenek, tehát milyen színnel kell még, vagy mekkorákat készüljenek. És ezzel szeretném közben megköszönni párnak a kitartását mellettem, mert voltam, amikor éjszaka ollóval, horgott lótűvel alszunk, meg a főnökömnek, Solyom Zoltánnak, aki tényleg elnézi nekem ezt, hogy a boltban van, amikor bent horgolunk a lányokkal, mert kérdeznek, hogy hogy haladunk, meg bent gyűjtjük a virágokat, és mindenben támogatnak. Ez a koncepció szándékosan ide terveztétek az oszlopokra? Igen, szándékosan ide készült, hogy szerettük volna ezt magát a téglát hangsúlyozni, meg magát egy épületet díszíteni vele. Kinek az ötlete volt ez a koncepció? Hát a saját ötlet. Nem láttam még hasonlót, de szoktam a neten bujkálni, tehát nézegetem az ötleteket, de ilyet még nem láttam, és ez így jött. Ha jól emlékszem, a tavalyi évben a fatörzseket is feldíszítettétek, illetve tojásokat is tettetek a fákra itt a közösségház környékén. Így van, igen, a tojásfával kezdtük az első programunkat, valamint még utána karácsonykor is a városi karácsonyfát is díszítettük. Idén is lesz még több ötletünk, szintén lesznek tojásfa az idén, meg majd ősszel szeretnénk mandalásfákat készíteni ilyen pókháló horgolt mintákkal. A Túri Horgolda csoport hogyan működik? Mutasd be magatokat, Lici, egy pár szóval. Tavaly alakultunk, körülbelül 20-25-en vagyunk per pillanat, messenger kapcsolaton meg csoportban tartjuk egymással a kapcsolatot per pillanat, ugyanis a közösségi ház ugyan szombatonként ugye nem működik, de tavasszal, amint újra indulunk, akkor tudunk 2 hetente lesz szakkörünk, ahol össze tudunk gyűlni, mintákat cserélni és együtt tanulni, horgolni. Hogyan lehet csatlakozni hozzátok? Bárki csatlakozhat, ugye én személyesen megtalálható vagyok, ugye egy központi helyen a zöldségboltban, de messengeren, Facebookon is nyugodtan bárki felveheti velem a kapcsolatot, aki szeretne csatlakozni.
Említetted, hogy idén még készültök több mindennel. Mi lesz a következő? A következő program a tojásfa lesz. Tojásokat fogunk fölaggatni itt a szabadságtéren fákra, meg virágokat fogunk letűzzelni a földben, nárciszokat, tulipánokat, abban is színesítve itt a parkot. Megemelkedett a Berettyó vízszintje, folyamatos a készültség. A részletekről Tóth Tamás, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakaszmérnökség vezetője nyilatkozott. Aszályos időszakok után az elmúlt pár napban a Berettyó vízszintje megemelkedett, mit tudhatunk erről? Igen, hát a tavalyi év az csapadékhiányos és rendkívül aszályos volt, ugye erről sokat hallottunk, olvashattunk mindenhol. Ezt követően decemberben és januárban egy csapadékban bővelkedő két hónap következett, de a februárról és a márciusi eddigi napokról is azt tudom elmondani, hogy a szokásosnál kevesebb csapadék hullott. A vízgyűjtőknek a felső részén, és a Tiszára gondolok és a Körösökre, viszont február hónapban is az átlagosnál több csapadék hullott. Ez okozta azokat az árhullámokat, amik a Tiszán február első napjaiban okoztak egy árhullámot, illetve hát a Körösökön most vonul egy olyan árhullám, ami a Hortobágy-Berettyónak a vízszintjére is hatással van természetesen a visszadúzasztás miatt. Jelenleg a Körösön elsőfokú árvízvédelmi készültség van, ez azt jelenti, hogy a Szarvasi vízmércén március 30-án elérte a 600 cm-t a vízállás, ez az elsőfokú árvízvédelmi készültségnek az elrendelési szintje. 12 órás figyelőszolgálatot lát el a vízügyi igazgatóság a Körösön. Itt a Berettyón mezőtúr közvetlen szomszédságában itt nincs akkora vízszint, ami az árvízvédelmi készültség elrendelését szükségessé tenné. A megemelkedett vízállás a Körösnek, illetve a Berettyónak a megemelkedett vízállása miatt a torkolati zsilipeket zárni kellett, emiatt aztán néhány szivattyútelepen szivattyúzni is kell jelenleg is. Itt a mezőtúr közvetlen környezetében nincs működő szivattyútelep, tehát itt pontszerű elsőfokú belvízvédelmi készültség elrendelésére nem került most sor, viszont a tágabb környezetet nézve, mondjuk ami a szakaszmérnökséghez tartozik, Törökszent Miklós térsége, vagy a Tiszazugi területen, ott több olyan szivattyú telep is van, amit üzemeltetni kell a zárt zsilipek miatt, tehát ott pontszerű elsőfokban vagyunk. Ezen kívül még érdemes talán azt elmondani, hogy bár a folyók vízállása viszonylag magas most, de mi a tavalyi, illetve az előző évek tapasztalataiból kiindulva már most készülünk arra, hogy ha csapadék szegény lesz a tavasz, akkor próbáljuk meg azt a vízkészletet, ami most rendelkezésre áll a területen itt tartani. Ezért a vízfolyásokon vízvisszatartás történik, tehát csak azokat a vizeket engedjük le, engedjük el, amelyek káros víz többletet okoznának. És ugyanezt tudom elmondani a holtágokról is, a holtágoknál is törekszünk arra, a mi kezelésünkben levő holtágaknál, illetve az önkormányzatok a saját kezelésükben levő holtágoknál, hogy a megfelelő szintre töltsék fel most a koratavaszi időszakban. 2. nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!